A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Extra, hogy azt már tapasztalhatták itt az elmúlt napokban, elstartolt az idei esztendőben is a Székesfehérvári Királyi Napok program sorozata. Erről és ennek a céljairól, programjairól fogunk beszélgetni Cserpalkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a kedves meghívást, nagyon jó témát, és köszöntöm a televízió kedves nézőit. Hát azt hiszem, hogy ez valóban egy hagyományos pezsdítő ünnepét Székesfehérvár szívében, a Szent Istváni ünnepkörhöz kapcsolódóan, és hát talán a közösségépítés az a cél, amit mindenképpen meg kell, hogy említsünk, hiszen ha végig is sétálunk a belvárosban, láthatjuk, hogy folyamatosan megtelt, élettel teli, és hát tényleg ezeken a színes programokon rengetegen vesznek részt. Igen, és azt láttam nem is csak a megnyitó estén vasárnap, hanem már szombaton is, hogy nagyon-nagyon sokan voltak a belvárosba. Napközben is, pedig hát finoman szóval sem volt hűvös idő, hanem kifejezetten nyári kánikula volt, este pedig aztán különösen. A megnyitó napján pedig már napközben is a különböző program elemek során azt tapasztaltuk, hogy sok ember jelent meg a programokon, fehérváriak, hozzánk látogató hazai vagy külföldi turistákkal is sok és szép számban lehetett találkozni, nagyon sok gyermekes családdal, de közösségekkel, baráti társaságokkal is, visszatérő vendégek is voltak, akik jelezték, hogy évről évre a királyi napokra jönnek az ország különböző részeiről, és hát persze sok fehérvárival is. Nagy öröm volt, én úgy láttam, hogy újra nemzetközi lett a Néptáncfesztivál, és így tudtuk elindítani a királyi napokat. És hát, hogyha valaki megnézi ezt a másfél hetes programkínálatot, akkor szerintem láthatja, hogy tényleg egy összművészeti programsorozatról van szó, és hát nagy büszkeség, hogy ennek a jelentős részét ezt a város kulturális intézményei összefogásával gyakorlatilag saját erőből tudja ez a város megcsinálni, ami azért mutatja a város kulturális értékeit és erejét egyaránt. És azt is elmondhatjuk, hogy az idei esztendőben volt egyfajta felvezető része ennek a programnak, hiszen 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban címmel, különböző izgalmas kiállításokkal, előadásokkal, foglalkozásokkal várták az érdeklődőket. Pár hónappal ezelőtt kaptunk egy megkeresést az állam részéről, hogy ebbe az időszakban Magyarország adja az Európai Unió elnökségét. Ugye ez egy fél évig tartó időszak, és ezen belül több programot szerveznek állami szinten. Az egyik ilyen program, ez az 1100 éve Európában és 20 éve az Európai Unióban programnemet viseli, és mi lenne, ha ez eljönne Fehérvárra is, és aztán a beszélgetések során kiderült, hogy hát a legjobb alkalom, ha itt is kezdődik ez a program, úgyhogy az országban először erre itt került sor, királyi napok mindegy felvezető programjaként, és szerintem ezeknek az elemek is nagyon jól sikerültek, akár az Icsirigetbe, akár a belváros különböző pontjain, akár ahogy elhangzott az intézményeinken belül, kisebb-nagyobb produkciók, közösségi programokra, rendezvényekre került sor, sok aktivitással, magukat a közönséget is bevonták az intézményeink az alkotás folyamatába, telik csak a múzeumra gondolni, úgyhogy én úgy láttam, hogy jól sikerült. Egyébként itt a budapesti társszervezők is ugyanezt mondták, hogy itt a nagy állami kulturális intézmények is megjelentek, úgyhogy arról beszéltünk, hogy akár a jövőben ez egy szép hagyomány mostani kezdete is lehet, hogy évről évre akár valamilyen típusú rendezvényként visszatér. És hát aminek én ebben külön örültem, hogy valójában ez röviden összefoglalja ennek a királyi napok rendezvénysorozatnak a lényegét is, hogy büszkék vagyunk a történelmünkre, ez a nemzet történelmi fővárosa, és az értékeinket, kulturális javainkat szeretjük megmutatni, úgyhogy a múltat is megelevenítjük, de közben azt is megmutatjuk, hogy ez ma is egy nagyon szerethető modern város, és ez a két dolog nem kizárja egymást, hanem egymást tudja erősíteni, úgyhogy ez az egész hétvégén szerintem ezt jó lehetett érzékelni, és hát ezekben a napokban is bízom benne, hogy nagyon sokan is tényleg jól érzik magukat a különböző rendezvényelemek során. Ugye a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál egy
nagyon-nagyon nagy múltra visszatekintő rendezvény, és volt ez a néhány év kimaradása, nemzetközi szócska, ugye azért az nem volt jellemző. Melyik csoport volt a kedvence? Hiszen ott volt a megnyitón. Tudom, hogy nem szép dolog ilyet kérdezni, de biztos, hogy volt olyan hangulat, ami jobban magával ragadta. Mindegyik, de nem csak az, amit láttam a színpadon, hanem miniszter úrral elmentünk hátra, hiszen onnan tudtunk mi is fölmenni a színpadra, és azért egy kicsit már az aktivitást ott érzékeltük, sőt, amikor én otthonról gyalog elindultam a belvárosba, akkor a táncháznál vezetett az utam, és a táncháznál éppen akkor jöttek ki a csoportok, és sorakoztak föl, úgyhogy már megcsodáltam a mexikóiak csodálatos ruháját, a spanyoloknak az életvidámságát, azt, hogy a szlovák közül mennyien magyar nemzetiségűek, vagy értették, vagy beszélték is a nyelvünket, úgyhogy én kedvencet nem emelnék ki, önmagában annak örülök, hogy újra nemzetközivé tudtuk tenni, úgy, hogy közben a házigazdaként az Alba Régia Néptánc Együttes ott van a maga 75. születésnapjával, és azért ugye megjelennek azok a tánccsoportok, amelyek aztán különböző magyar táncokat hoznak más vidékekről is, határon innen, illetve határon túlról is. Ugye még egy török csoport érkezett volna meg, végül is ők ezt lemondták, és ehelyett ugye még egy csoportot tudtunk beemelni. Úgyhogy én bízom benne, hogy nem csak a megnyitó, hanem a néptánc valamennyi napja izgalmas és sokaknak örömet hozó eseménysorozat. Sőt, hát hogyha délután végig sétálunk a belvárosban, akkor mindig kaphatunk egy kis ízelítőt, hiszen volt térzene. Igen, különböző rész helyeken megjelennek, térzenét adnak, sőt, ugye szociális intézményeinkbe is elmennek, ami meg szerintem egy nagyon szép gesztus, és hát főleg ebben a nyári melegben egy kis felüdülést visznek a bentlakásos intézményekben élők számára, szerintem ez is egy nagyon szép dolog, és hát újra lesz nagy felvonulás, sőt lesz városházi fogadása is a különböző tánccsoportoknak, és bízom benne, hogy az is ugyanolyan jó hangulatot ad majd a Városháza dísztermébe, utána pedig elkészül a hagyományos nagy csoportfotó majd a Városháza előtt. Ugye a Covid idején sajnos ugye nem lehetett utazni, ugye ott 2 év miatt kiesett, aztán ugye pénzügyileg volt nehéz időszak, csoportok is ritkábban jöttek akár át Európába is a tengeren túlról, de úgy érzem, hogy szerencsére ez most helyre billent, és a következő években is arra fogunk törekedni, hogy a legjobb magyar csoportokat, illetve a jó nemzetközi csoportokat tudjuk felvonultatni a Néptáncfesztiválon. Ugye a Néptáncfesztiválon is mindig feltűnnek meg, már valahol a királyi napok szerves részét képezik az óriás bábok, amik szintén nagy népszerűségnek örvendenek, sőt, hát én most már évek óta figyelem, hogy van egy kis család, akik legyártották a saját kis bábjaikat, és ők mindig ott vannak a felvonulók között. És amit én örömmel láttam, hogy a júliusi felvezető programok során is már itt-ott megjelentek az óriás bábok, és egy-két báb megjelenése az már megszólítja az embereket, összehozza az embereket, a bábokkal együtt vonulnak, vagy próbálnak fotókat elkészíteni, ugye különösen a gyermekek számára ez mindig nagyon öröm, először megriadnak mindig a magasságtól, aztán pedig oda bújnak, és mégiscsak elkészülnek azok a képek. Az óriás bábok hozzátartoznak, ugyanúgy, mint a koronázás ünnepi játékok, ami ugye mindig augusztus 20-ához vezetően egy nagyon fontos eleme a királyi napok rendezvénysorozatnak, egy kicsit középkorba öltözik az egyébként barokk belvárosunk. Emlékezünk az itt koronázott királyainkra, ugye a Rákóczi Szövetség idén is megtartja a szokásos, szintén hagyományos táborát, most több mint 20 fiatal érkezett határon túli magyarok lakta területekről, nagyon aranyos csoportok, velük is sikerült már találkozni, hiszen fogadtuk őket a Városházán, és ott is el lehet mondani, hogy regisztráció alapján lehetett jelentkezni, hiszen korlátozott a jegyeknek, a helyeknek a száma, és pillanatok alatt betelt mindegyik előadás, tehát látszik, hogy ennek is megvan a hagyománya. Ugye sajnos a nemzeti emlékhelyen nem tudjuk megszervezni a koronázást, annak ma már akkora költsége van, hogy ez csak állami támogatásból lesz a jövőben megvalósítható. Ráadásul ugye most azért egy nagyon fontos régészeti ásatás is zajlik. Szerencsére nagyon szép eredményeket is mutatnak ezek a tudományos kutatások az emlékhelyen.
de a színház mellett megtartandó kis mini koronázásnak is biztos, hogy nagyon-nagyon jó hangulata lesz, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy alapvetően ez egy történelmi tematikájú fesztivál sorozat, amiben erre a több mint 1000 éves történelmünkre, a keresztény értékeinkre vagyunk különösen büszkék, és ezt szeretnék, ezt a büszkeséget és ezeket az értékeket szeretnénk megmutatni országvilág előtt. Ha már a Nemzeti Emlékhelyet említette, egy kicsit az is valahol ilyen, hát nem tudom megfogalmazni, de talán sorsszerű, hogy így a királyi napok előtt sikerült megtalálni ezt a szenzációs leletet, ami gyakorlatilag 2023-ban indult, az a tervársatás, aminek most egy, tulajdonképpen ezt keresték a régészek, de azért ez egy nem várt eredmény, hogy mégiscsak előkerül egy különleges alapozás a kőfalon belül Szent István korából. Ennek több előzménye is van. Nem olyan régen történt meg a Jókai utcában egy régészeti feltárás, szintén a múzeumunk kiváló régészei egyrészt javaslatára, egyébként az ingatlan tulajdonos korrekt hozzáállásaként, amit ezúton is szeretnék megköszönni, és ott azért már olyan leletek kerültek elő, amelyek viszonylag korai városfal építésre utaltak, ami nem csak magyar viszonylatban, hanem európai viszonylatban is korainak minősíthető. És akkor egyébként többen már jelezték, Pokrovenszky főigazgató úr pedig utána jelezte, hogy egyfajta engedélyt kért, hogy mi lenne, hogyha a nemzeti emlékhelyen is történne kutatás, hiszen az volt a Másiklós Gyulától kezdve a szakmai vélemény, hogy ott érdemes lenne még kutatásokat végezni. Ezt az elmúlt hetekben a múzeum szakemberei elvégezték. Ugye még értékelése zajlik a leleteknek, de ez már azt mutatja, hogy vannak leletek. Tehát van mit kutatni, van mit az ütemezés, időzítés tekintetében beárazni, ezt most nyilván idézőjelbe tettem, tehát hogy mikoriak is lehetnek, és milyen falakat lehet ott egyáltalán megtalálni. És hát ne szaladjunk előre, várjuk meg a tudományos vizsgálatoknak az eredményét, de hát tudjuk a szakembereinktől, hogy ezek nagyon biztatóak, és hát bizony azt fogják várhatóan visszaigazolni, hogy Székesfehérvár eredet története az tényleg nagyon-nagyon ősi, tényleg az első városról, nemzettörténelmi fővárosáról van szó, és a nemzeti emlékhely pedig tényleg a nemzet bölcsője, aminélkül valójában már valószínűleg Szent István idején sem tudott volna a város az akkori funkcióinak megfelelni. Tehát ez tényleg egy ősi funkciórendszer, és ez azért valóban a gondviselésszerű, hiszen maga a királyi napok az ezt hivatott bemutatni, és az, hogy pont ebben az időszakban sikerül ezeket a leleteket megtalálni, a tudományos értékelés munkáját elvégezni, ez pedig egy szerintem nagyon-nagyon szép dolog. Ne feledkezhetünk el arról, hogy ugye pár hónapja most már abszolút teljes gőzzel működik a kőtár és látogatóközpont, és ott is majd akár ezeket a leletanyagokat, akár az ehhez kapcsolódó tudományos eredményeket be lehet mutatni. Tehát van már hely, ahol ezt meg tudjuk tenni, de azért minden ilyen lelet, minden ilyen tudományos eredmény szerintem növeli azt a jogos elvárást és igényt, hogy a romkerttel, a nemzeti emlékhelyel a jövőre nézve valamit kezdeni kell. Ugye közeledünk kerek évfordulókhoz, Szent Imrére és Szent Istvánra is gondolhatunk, 2031-re, 2038-ra, és hát ezek a tudományos eredmények szerintem afele visznek bennünket, hogy addigra máshogy kell kinézni a nemzeti emlékhelynek, mint ahogy most kinéz. Ne szaladjunk persze ennyire előre, de nagy izgalommal várjuk, hogy a tudósaink letegyék az asztalra akkor az alátámasztott bizonyítékokat és tudományos eredményeket, amelyek én úgy látom, hogy igazolni fogják, hogy ez még annál is lehet, hogy ősibb város, mint amit eddig gondoltunk Székesfehérvárról. És hát ugye ebben az időszakban mind a két helyszín, amit említett is, a királyi napok alatt ingyenesen látogatható, és a másik ilyen nagyon-nagyon különleges pont, legalábbis én évről évre azt tapasztalom, hogy tényleg rengetegen jönnek azért ide, hogy az osszáriumot megnézhessék. Igen, és most, amikor beszélgetünk, akkor talán nem titok, hogy délután, vagy az adás este megy majd le, amikor is éppen majd, hiszen ma este 7 órakor nyitjuk ki az osszáriumot, és ez a következő napokban látogatható lesz. Szerintem ez mindig különleges pillanat és élmény, a lelket, szívet megszólító, amikor az ember oda lemegy, és talán még izgalmasabbá tesz, hogy tudjuk, hogy az ott található csontleletek kutatása tudományos alapon, genetikai kutatás vonatkozásában is zajlik. Úgyhogy annak is úgy halljuk, hogy lesznek várhatóan eredményei, hát várjuk, hogy ezeket hamarosan szintén bejelentsék.
És ha már itt tartunk, akkor ugye a Városházán pedig egy képzőművészeti érdekességet lehet megcsodálni, hiszen elkészült egy olajfestmény formájába a koronázási palástnak egy másolata, szerintem nagyon-nagyon szép lett, abszolút méretarányos, és abszolút kivehető rajta egy város neve, ez pedig Székesfehérváré. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy minden abba az irányba mutat, hogyha valaminek a koronázási palástnak a végleges, tartós őrzési helyének Székesfehérváron kellene lennie. Történelmet említettünk, és ugye lesz egy történelmi kavalkád a megszokott programelemekkel, és hát lesz idén egy új fesztivál, mégpedig a Lovagok Napja. Igen, és hát nagy izgalommal várom, mert várjuk, hiszen olyan alkotók készítik, akik tudjuk, hogy egyrészt mekkora szakmai, másrészt emberi eltökéltséggel dolgoztak ennek az előkészítésén, és biztos vagyok benne, hogy ennek megfelelő lesz a produkció is. És megint egy kicsit úgy ad ez majd látványosságot, hogy közben értékeket is közvetít, és megint csak erről a történelmi múltról fog szólni, és ami nekem mindig nagyon pozitív, amikor kulturális szakemberek és kulturális intézmények együttműködésében valósul meg valami, amikor ráadásul ezeket a programokat ez szerint is szépen pázliként össze lehet illeszteni, mert ez áll össze majd egy olyan teljes másfél hétté, amiben a különböző modulok, azok miközben történelmről szólnak, közben egy nagyon jó hangulatot adnak a városnak, és hát a középkor, akkor nyilván a lovagok nélkül ez elképzelhetetlen, de hát ez egy új elem, úgyhogy itt nem tud senki róla igazán semmit, el kell jönni, meg kell nézni. Felvonulás is lesz, lovagi torna lesz, és nagyon-nagyon sok érdekes látványos dolog. Lesz, látványos szerintem lesz, szerintem igen, izgalmas igen. És hát nyilván utána pedig kezdődik az a koronázási ünnepi játékok, ahol már megszokhattuk, hogy bárkit lefektethet a korabeli, nevezzük orvosnak egy fura kis vizsgálatra, vagy akár belecsöppenhet egy korabeli középkori város mindennapjaira, piaccal, kikiáltókkal, és hát számos izgalmas programelemmel. Mindig az az érdekesség Fehérváron, úgy beszélünk a középkori előzményekről, meg a város középkori jelentőségéről, meg erről a nemzeti történelmi fővárosi jellegről, hogy valójában azokból az épületekből, környezetből gyakorlatilag nem maradt meg semmi, hiszen tudjuk, hogy a török időszakban, illetve az azt követő időszakban átalakult teljesen a város, és ma egyébként nagyon egységes és szerintem gyönyörű belvárosban sétálhatunk, vehetünk részt akár a rendezvényeken, de pont ezért szerintem nagyon különleges az, hogy ezekben a napokban díszletek és hangulat tekintetében, ugyanúgy, mint a jelmezek vonatkozásában, a középkor visszaköltözik a belvárosba, és hát minden évben ez óriási tömegeket vonz, ez egészen biztos, hogy látatlanban szerintem mondhatjuk, hogy így lesz az idei esztendőben is. Arra nem is beszélve, hogy nagyon sokféle dolog ezek közül ki is próbálható, tehát nem csak nézni lehet, vagy hallgatni lehet, vagy fényképezni lehet, hanem interaktív dolgok is vannak ezen belül, és szerintem ez a főként a gyerekes családok számára egy nagyon izgalmas program kavalkádot ad, úgyhogy erre ugyanúgy, mint az előbb a lovagok esetében, szerintem említsük meg, hogy erről igazán nem beszélni kell, érdemes oda menni, részesévé válni, kipróbálni, élmény, megtapasztalni, és utána rengeteg élménnyel fog mindenki hazatérni. Ugye az is hagyomány már, hogy a fúvósok is szerepet kapnak ebben a jó néhány napban. Mindig van két nagyon népszerű elem. Egyrészt ugye a székesfehérvári fúvósoknak a produkciója, ami így a program kezdetén szokott lenni. Másrészt a Fricsai Katonazenekari Fesztivál. Bevallom, nekem van egy kedvenc esztendőm, amikor a Depeche Mode-dal lepték meg elfogultság, de hogy az is mindig egy ilyen nagyon színes, izgalmas és mozgalmas dolog, és hát augusztus 16-án ismét a zenekaroké lesz a főszerep. Igen, és hogyha már beszéltünk a mögöttünk lévő hétvégéről, akkor aki szombaton a belvárosban járt, az már a fehérvári fúvósokkal találkozhatott, és igazi térzenei élményben lehetett része, és azt is lehetett látni, hogy szerencsére nagyon-nagyon sokan voltak, és így lesz ez a katonazenekari fesztiválon is. Ruf Tamáséknak köszönhetően ez ráadásul mindig több zenekart is hoz Székesfehérvárra, és ezen belül persze a fehérváriakra is büszkék lehetünk majd. Biztos, hogy izgalmas lesz. Egy kicsit most később kezdődik, pont azért, hogy a nagy melegnek legalább egy része már addigra tovább tűnjön, és ott a főtéren
elviselhető legyen a hőmérséklet, de mindig tömeg volt, tehát biztos vagyok benne, hogy most is nagyon sok embert vonz majd, és hát, hogyha már arról az ominózus évről beszéltünk, amikor egyszer csak a Depeche Mode-ra tért át a Katona zenekar, és ez fölkerült a Facebookra, igen, és több millió, igen, elérésnél tart már jelenleg. Most éppen meg is néztük a pontos statisztikákat, pont Ruf Tamás igazgató úr, nagy úr kérésére, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy most is meglepetésekkel fognak számunkra szolgálni. Aztán megint van egy ilyen üde színfolt, amikor egy kicsit a város kimehet az Öreghegyre, hiszen ott hagyományosan az öreghegyi mulatságok is ebben az időszakban kerülnek megrendezésre. Igen, és a hagyománynak ez szerintem azért is egy szép eleme, mert mutatja, hogy a város nem csak a belvárosból áll, hanem szerencsére nagyon szép városrészeink vannak, nagyon sok városrészünk őriz különböző adott városrészhez kapcsolódó hagyományt, hagyományrendszert. Így van ez az egykori Szőlőhegyen, azaz az Öreghegyen is. A Borivár árnyékában, ami hát önmagában is az egyik legkülönlegesebb építménye a városnak, és egyébként az egyik legfontosabb turisztikai értéke is évről éve sok tízezer embert vonzva és hozva Székesfehérvárra. És ott a vár árnyékában szerintem ez egy nagyon jó hangulatú rendezvény, és ez így lesz az idei esztendőben is. Arról nem is beszélve, hogy itt már augusztus 19-én fogunk járni, tehát Gábor atyával köszönhetően, ugye ott már az első kenyéráldás is megtörténik, ugyanez majd természetesen augusztus 20-án a nagy püspöki mise keretében is megtörténik majd a bazilikában. Ez pedig azt mutatja, hogy a lelki értékekre is oda figyelünk, közösen természetesen az egyházmegyével ebben az időszakban. Igen, hiszen a lelki értékeket képviselik talán azok a szentmisék, amik hagyományosan, tradicionálisan évről évre elkísérik a fehérváriakat, és ezeknek igencsak nagy múltjuk van. Kezdve az augusztus 14-i fogadalmi szentmisével, ami egy gyönyörű hagyomány, arról nem is beszélve, hogy szintén egy közel 1000 éves hagyomány évről évre történő megújítását jelenti, hiszen itt Székesfehérváron Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlotta halála előtt az országot, a koronát, a nemzetet, és erre emlékezünk évről évre a város fogadalmi szentmiséjén augusztus 14-én, és ez megint egy olyan pillanat, olyan esemény, amire méltó módon az eredeti értékeket és történelmi tényeket tisztelő módon csak Fehérváron lehet emlékezni. Úgyhogy ez biztos, hogy szép lesz, hogy az erekék, tehát Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre erekéjével indul el 5 órakor majd a menet a püspöki palotából a bazilikába, ott 6 óra előtt megkezdődik majd a szentmise, onnan pedig egy körmenetben fogunk átmenni a Nemzeti Emlékhelyre, ahol Szent István sírhelyénél zajlik majd az ünnepségnek a következő része. Úgyhogy mindenkit hívok. Szerintem, ha valaki ezt a másfél hetet érti, és érzi, hogy ennek miért van jelentőség a város közösségi életében, akkor ahhoz hozzátartozik ez a szentmise is, illetve az ehhez kapcsolódó körmenet. Augusztus 15-én tudjuk, hogy Nagy Boldogasszony ünnepe, amely szintén egy nagyon szép hagyomány a városunk egyházi és kulturális értékei között is, és aztán pedig augusztus 20-a Szent István napja, amikor délután 10:30-kor szintén a bazilikában lesz püspöki mise, hogy aztán pedig délután szintén a Nemzeti Emlékhelynél kezdődjen a Vármegye és a város önkormányzatának közös ünnepsége, hogy utána egy ünnepi közgyűlésen vegyünk majd részt a Szent István téren, a Szent István lovasszobra előtt is adjuk át a város legfontosabb kitüntetéseit. Én úgy érzem, hogy anélkül még neveket elárulnék, hogy olyan személyiségeknek, akikben és akik mögött nagyon nagy társadalmi támogatottság és egyetértés van. És akkor, hogyha a 20-ánál tartottunk, akkor az is hagyomány már, hogy ugye mindig egy különleges előadás zárja le a királyi napokat, és azt hiszem, hogy az idei évben is ez elmondható, hogy hát méltán várhatja a közönség. Igen, ugye tavaly nagyon jól sikerült a Bánkban. Kicsit őszintén szóval kíváncsiak voltunk a művészekkel közösen, hogy egy nyílt színpadon, ahol ugye miután ingyenes, valószínűleg sok ezer ember lesz, és egy olyan terén játszódik majd a városnak, amit nem lehet
teljesen lezárni, tehát nyilván lesz közben mozgás, hogy ez egy operával, ami mégiscsak egy nagyon komoly, méltóságteljes műfaj, hogy lesz összeegyeztethető, de nagyon nagy sikert hozott a tavalyi esztendő, és azzal jöttek a szakemberek, a művészeink, hogy idén a Hunyadi kerüljön ugyanígy augusztus 20-a estéjén bemutatásra. Ráadásul nagy öröm, hogy itt megint a kultúrás intézményeink együttműködése jelenik meg, úgyhogy szerintem ezt is csak át kell élni, és csak időt kell áldozni, mert egyébként még egyszer ez egy ingyenes opera előadás az Icsi színpadon, és hát ezzel fogjuk zárni az idei királyi napokat. Én itt is szeretném megköszönni valamennyi szervezőnek, valamennyi önkéntesnek, valamennyi kulturális intézményünknek, közösségünknek azt, hogy egy szép összefogás eredményeképpen valósíthatjuk meg az idei királyi napokat. Hogyha összegezni kéne egy műsorunk végén az idei királyi napok mottóját vagy gondolatát, akkor ön szerint mi lenne az, ami 2024-ben fémjelzi ezt az ünnepet? Én azt gondolom, hogy talán akkor induljunk ebből a lehetből, mert hogy ha hiszünk abba, hogy azért a gondviselés ereje ott van, hogy ez pont most kerül elő, és pont most várhatjuk izgalommal, hogy mi lesz ennek a tudományos kutatásnak az eredménye, akkor talán ez egyfajta felelősséget is ró a mai fehérvári polgárokra, hogy nem feledkezhetünk el arról, hogy mi milyen városnak lehetünk a polgárai, és ez nem egy a sok város közül, hanem azon nagyon-nagyon kevés városok egyike, itthon különösen, de európai összevetésben is, amelyek meghatározó városa voltak a középkornak, annak különböző időszakainak, és egy több mint ezer éves város, ennek a városnak több mint ezer éves kultúrája van, ez értékeket hordoz magába, és igenis ennek a mai Európában is van üzenete, és hogyha látunk olyan folyamatokat a világban, amik nem feltétlenül tetszenek nekünk, akkor valójában a Jézusi szeretet parancs az viszont egy nagyon szép feloldása lehetne ezeknek. Ez elvezet bennünket az értékekig, a keresztény értékekig, és akkor visszajutunk megint Szent Istvánig. És ha ő intelmeit, az ő alkotását és az utódok alkotásait nézzük, akkor ez üzenetet hordoz a ma embere számára is, és legyünk arra büszkék, hogy ezeknek az üzeneteknek a jelentős részét itt Székesfehérváron adták annak idején át, és mi a királyi napok keretében valójában erre emlékezünk. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Természetesen a Székesfehérvári királyi napok eseményeiről folyamatosan közvetít a Fehérvár Televízió is, a Szent Miséket élőben láthatják, akár csak a Néptánc Fesztivál különböző mozzanatait, és ezeket utána megtalálják YouTube csatornánkon is. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.